uraim, romok tovább a HCV Factory vonata, és megint itt van két fiatal birkózó, akik bizonyítani akarnak. Tőlem balra mentora, Chris Dice kíséretében, hölgyeim és uraim, Moza Roland! Rolandnak eddig nincsen pontja, ám vele szemben már egy pontot birtokol a majomügyességű szuper dzsungelkölyök mentora András kíséretében, Maokai! Szeretettel köszöntelek titeket, ez a Factory 5. adása már, az első olyan adás, ahol már kiesők is lesznek. Mind a két csoportban a körmérkőzések ma a végéhez érnek, úgyhogy ma dupla annyi birkót láthattok, mint eddig. És tudni kell, hogy ugye az A és a B csoportban is 4-4 versenyző van, mind a két csoportból a leggyengébb ma kiesik. Az egyetlen verzió. Mérkőzés győzése tovább jut a következő fordulóba. Igen, Pál egy fontos információt mondott az imént, amit tudnunk kell a mérkőzés teljes mértékű élvezéséhez, hogy itt az, hogy az alakult ki, hogy Mozarolinak 0 pontja van, Maokainak pedig mindössze 1. Tehát gyakorlatilag biztos, hogy a csoport két másik tagja, Oliver és Svédberg tovább fognak jutni a mérkőzésükkel függetlenül. Itt viszont biztos, hogy a vesztes kiesik. Hatalmas húzom ebben a fiatalemberben. Jól sikerült neki eddig a Factory. Tehát Rolandnak is sem túlzott, aki meg még ráadásul Chris Dice-tal a mentorával is. Hát hogy mondjam, egy nehezen kezelhető kapcsolatot ápol. Egy erős gyomros. Mozaroli boxmúlttal rendelkezik. Ezek a jobb egyenesek nagyon durván sebeznek, hogyha ülnek. Tomi bíró szépen hátrább parancsolja. Meg kell néznie, hogy Maokai bordái egyben van, aki tudja folytatni. Aki itt győz, az 2 pontot bezsebel. Innentől kezdve biztos, hogy tovább fog jutni, hiszen a vesztesnek vagy 0, vagy 1 pontja lesz. Tehát ez tényleg egy igazi kikimérkőzés. Az egyik fiatalnak az álmai legalábbis erre az évre mindenképpen elúsznak. Cél, amiért itt a Factory-ben harcolnak, az ugye nem más, mint egy teljes értékű roster tagság a HCV-ben. Tehát nem csak az Underground-on szerepelhetnek vele, hanem a fő műsorokon is garantáltan ott lesznek. Ez egy hatalmas dolog. Nem csoda, hogy mindent megtesznek érte. Közösség igen Maokai mellett. Rolandot sem mondanám úgy szimpatikus versenyzőnek. Beszorítja most nagyon okosan Maokait a sarokba, de onnan ki kell engednie. Egy backelből Maokaitól. Itt most szépen hárított a Roland. Jöhet a dzsungel fiú Springboard! Gyönyörű crossbody! A közönség imádja Maokait, hozzá kell tenni, hogy a mentora András is az edzők közül az egyik legnépszerűbb. Kicsit néha neki is szól a taps. A second rope-ról nézzük, hogy mire megy a dzsungelbe, hogy mellé megy. És eltrafálja hátulról Mozaroli. Ez megváltoztathatja a mérkőzés képét. Az elején inkább Roland dominált, aztán nagyon jött fel. Maokai most egy szép rögtön hold. Jó gáncs volt. És egy submission kísérlet. Na ilyet még nem láttam Maokaitól. Ráhúzott a nyakára eléggé, de ez még kevés okossághez. Egy éles térdes. És egy páncs az arcba. Cover. 2. Nincs meg a 3. Mindketten az életükért küzdenek. A vesztes ezen a mérkőzésen kiesik a 2021-es Factory-ből. Chris Dice tanácsát meg kell fogadni. Ne a bíróval foglalkozzon Roland.
gyakori kezdő hiba, hanem az ellenféllel. Ütést reklamál Dice. Ő tudja azt, hogy kell csinálni. Az érdes viszont nagyon mellé megy, és szépen átfordítja Maokai. 1-2, és megvan a 3! Az utolsó mérkőzésén megoldja a dzsungelfiú. 2 pontot zsebel be, ezzel pedig 3 pontos, és így már nem lehet csoportutolsó. Már pedig csak a csoportutolsók esnek ki. Szegény Roland számára véget ér a Factory. Aki pedig távozik a HCV Factory mezőnyéből. Moza Roland! Atya úristen! Hát ha nem lenne elég a kiesés, ha nem lenne elég a füstbe ment terv, akkor még a fejét is lesz a kintja Chris Dice ezzel az óriási lariattal. Az utolsó pillanatban ugrott be Moza Roli, ahhoz képest azt gondolom nem szerepelt rosszul, de sem az edzőjével az összhang, sem pedig a győzelem nem volt meg. Hölgyek, urak, András edző és pártfogoltja Maokai, úgy látom, hogy az edukáció is nagyon jól halad. Alakul, És hát most megcsinálta azt, hogy tovább jutott. Igen, kicsit meleg volt azért a pite, így a végére, de bíztam benne, hogy összejön. És hát majd ez a bordával kezdünk valamit. De a lényeg megvan, tovább jutottak. Gratulálok! Maokai! Bizonyítani fog! Hölgyeim és uraim! Folytatódik a HCV Factory. Már is itt van a ringben két fiatal. Szeretném én egyből bemutatni őket. Hölgyeim és uraim, tőlem balra Skandinávia ígéret, ez saját bevallása szerint az egyik legtökéletesebb svéd szupermodell. Jelenleg 2 ponttal áll a Factory-ban, Måns Svedberg! A szemközti sarokban pedig jelenleg 4 pontja van. Hölgyeim és uraim, a birkózó maga, Oliver! Svedberg és Oliver tehát szemtől szemben, itt már nem a kiesés a tét, mind a ketten tovább jutottak, de az még kérdéses, hogy ki lesz a csoport első, hogy alakul a 3 továbbjutó fiatalnak a helyezése a csoportban, presztízs szempontjából sem utolsó. Svedbergtől eloroszhatnák már végre azt a hajlakkot, kellemetlen, a ringben is nyomot hagy, elcsúsztak rajta. Melyik fiatal sikerül jobban ez a mérkőzés, egy jó szoros headlock Svedbergtől, emelné ki Oliver, ő birkózó alapokkal rendelkezik, a ringbéli teljesítménye remek. Mondja is szépen a fogást, egyszerű. Icarus a mentora most nem lehet itt, a másik oldalon sincsen ott Nitro. Ugyebár a továbbítás szempontjából kevésbé fontos a mérkőzés. Mentorok ezáltal is jelentek meg. Headlock takeover Olivertől. A haját húzza Svedberg, pedig egyáltalán rövid frizurát hord Oliver. Nehezen támadható, de azért be nem írt csimpaszkodni a svéd fiatalember. Megdolgozta kicsit az oldalát. Mi lesz ebből? Semmi nem lesz, Oliver bontja szépen a fogást. Mögé kerül, emelnék is Svedberget, és a lábára lép. Piszkos trükköket tanult. Nightroll-tól ez már látszik, de egy judo dobás. Elveszi a kedvét az ilyen trükköktől, mint a lábra taposás, ami egyébként nem szabálytalan, inkább etikátlan. Nem hagyja élni Oliver. Beckelbó. Ez mellé, ez viszont nem. Találkozik Oliver arca a ring legkeményebb részével, a szélével. És mehetnek vissza. Svedberg tényleg nagyon jól megtanulta a Nightroll-tól az összes piszkos trükköt.
De ez csak kettő. És utána a mérkőzés után már a következő kör vár az A csoport tagjaira, ahol már nem sima egymás elleni mérkőzések lesznek, hanem mondom, egy fokkal érdekesebb lesz és nagyobb lesz a tét. Lesznek új kihívások, valamint lesz lehetőségük a versenyzőknek, hogy a mentoraikkal tag teamben küzdjenek meg egymással. Ezt nagyon izgatottan várjuk. Olivier pedig igyekszik közben bebiztosítani, hogy ő legyen a csoport első. Eddig neki minden sikerült, mind a két csoport meccsét megnyerte. Schmidberg egy kellemetlen ellenfél. Egy csapások landolnak Olivier homlokán. De a kiemelés jó. Sunset Flip. Lent a vál, kettő. Utolsó pillanatban elhárítja a korábbi birkózó. Irish Whip. Ez a támadás most jó. És lepattan a turnbuckle-ből, a ringsarokból Olivier. Igen, hát fizikailag egyébként Schmidberg erősebbnek tűnik. Nagyon szép kidolgozott az izomzata. Olivier viszont nagyobb emelő, és sokkal technikásabb. Egy újabb Irish Whip kísérlet. Ezt már nem hagyja Olivier. Talán majd most. Megnyitotta egy kicsit. Ó! Oh, szép technika és... Egy Exploder Suplex! Elhiszem, hogy fájolja a hátát Schmidberg. Támadásban marad, elkapja a lábát Olivier, és ott van az ankle lock! Nagyon jó a kontra. Időben eszmért Schmidberg. Ez a kiemelés viszont megvan Sideslam Olivier-től. Folyamatosan lendületben a korábbi virtuózó. És German Suplex! Ebből már nehéz lesz visszajönni a Schmidbergnek. Ott van az ankle lock. Ott van az ankle lock, és van-e hova menni? Elérje a kötelet? Igen. Igen. El kell engednie Olivier-nek. Nincs választása. Tommy Bíró lehámozza. És... Ja, két hajlak van nála? Tényleg rendben van a frizurája minden alkalommal. Tommy Bíró elveszi a hajlakot. És ott van a másik! Hát ezt nem láthatta Tommy Bíró! És itt pedig a befejező mozdulat! Schmidbergtől! A cover! És a győzelem! Hans Schmidberg behúzza ezt a mérkőzést, ami azt jelenti, hogy 4-4 pontja van mindkettejüknek. Olivier és ő is 4 pontos. Mögöttük pedig még pont tovább jutott Maokai 3 ponttal. Mozza Rolandtól pedig búcsúzik az A csapat. A HCV Factory következő körébe mind a ketten tovább jutottak a pontjaik alapján. Hölgyeim és uraim, az izgalmak folytatódnak a HCV feltörekvő fiataljai között, hiszen 2-2 ponttal állnak most itt a ringben a mérkőzés résztvevői. Tőle balra mentora a csodálatos Ted Wellington kíséretében a rejtélyes vezető Ámon! A szemközti sarokban pedig mentor a renegé kíséretében a retteget Ivan Kasatov! Már is itt vagyunk a B csoportban, itt pedig gyakorlatilag bármi történhet. Kazakov és Ámon 2-2 ponttal állnak. Ebben a B csoportban található még Rufus, akinek 4 pontja van, valamint Danny Rocks, akinek 0. Egy headlock Ámontól. Mind a ketten nagyon sokat fejlődtek már a Factory alatt.
fogalmazunk, hogy nem róluk szól a HCV az elmúlt években, már a Team Schoolban még egy csoportban, egy csapatban dolgoztak, de aztán nem tudtak maradandót alkotni, itt a Factory-ben viszont megvan a lehetőség, hogy végre kitűnjenek. Mind a ketten rafinált veteránt kaptak mentorukként, és Kazakov egy... nem is tudom, ezt még nem nevezném Submission kísérletnek, inkább egy taut, amihez felhasználta Ámon testét. Fiatal a szekta vezér, ezt nem akarta hagyni. Ez a mozdulat nem tudom hova irányult. Ámon pedig él az alkalommal, a lehetőséggel, egy katapulttal küldi meg a fiatal orosz. Az első cover, kettőig sem jut. Kemény könyökös Ámontól. Kazakovnak újítania kell valamit. Kezére tapos Ámonnak, és nagyon kellemetlen a stílusa. Kis hajcibálás. Tomi bírónak uralnia kell a helyzetet, mert itt aztán tényleg egyik versenyző sem a tiszta meccseiről híres. Szisztematikusan dolgozik Ámon. Kioszt néhány páncsot. De van válasz Kazakovtól. Nem is egy. Az már mellé. Oha! Electric chair drop! Ritkán látható mozdulat, és ebből egy cover, kettő, és majdnem megvan, 2,9-nél kirúg Kazakov. És oda oldal az a ringsarokban a Renegade-hez. Hát valami tanács most elkél, az egészen biztos. Bajban van a fiatal orosz. Renegade replikázik. És közben... ott van az a folyadék Ámon kezén, Wellington segítkezik benne, hogy használja ezt a kloroformszerű folyadékot, de nem sikerül! Jumping Neckbreaker Kazakovtól! Na összetudja szedni magát! Ámon nem egyszer láttuk már használni ezt a kábító folyadékot, ezúttal nem sikerült. Kazakov pedig egy nagyon szép Japanese arm drag. Nagy mellé, és egy dropkick, ami szépen állon találja Ámont. De megint jelez Wellingtonnak, hogy ez itt a végkezdete Ámon számára. De ez még nem a vége. Megint megpróbálkodik az electric chair-rel Ámon. Ez viszont egy nagyon szép roll-up. Kettő, csak kettő. Megint egy hegyes könyök. Kazakov visszatámad. És ott van! Ott van a fejrugás, telibe találja, és meg is nyeri a mérkőzés. Ez pedig azt jelenti, hogy Iván Kazakov 4 ponttal biztosan tovább megy. Ámon pedig még izgulhat, hogy mi lesz a másik mérkőzésen. Renegéd önkívületi állapotban, hát már rég láttalak ennyire, kevésbé frusztráltnak, mondhatni már boldog vagy. Elégedett vagy a fiatallal? Tudod, miért kell ekkora orr az embernek, Pál? Hogy kiszagoljam a sikert és kiszagoljam a lehetőséget. Ez pedig, amit ma láttunk, ez a tehetség volt és a győzelem. Ott vagyunk a második körben, kölyök. Hogy érzed magad? Egyértelmű, Pali. Egyértelmű. A szerződés és a győzelem hazajön Oroszországba. Furmányosság mindenhol, ugyebár, de nem dőlhettek még hátra, hiszen tanoncodnak, Ámonnak még csak 2 pontja van, tehát még rezeg a léc, akár távozhat is a versenyből. Valóban nincs meg a továbbjutás, de még élünk. És amíg élünk, addig remélünk. És jól tudom, hogy Ámon tehetsége több, mint elég lesz ahhoz, hogy az összes többi pontot begyűjtse. Természetesen. We'll be right back.
én is, és remélem ti is a képernyők előtt, hiszen folytatódik a HCV Factory, és olyan izgalmakkal nézzük szembe. Hát, mentora nélkül érkezett. Jelenleg 0 ponttal. De ő maga a rock'n'roll, Danny Rocks! És hát mentorok kérdésében itt egy kicsit bajban vagyok. Szóval mentora Ossi Spencer ki... Mentora Cement kise... Ez mentora Ozzy Spencer kíséretében és Cement kíséretében. Hölgyeim és uraim, 4 ponttal áll a versenyben az etalon a férfi Rufus Goldfield! Hát az egyik oldalon mentor hiány van. Dover sajnos nem tudott ezen a mérkőzésen jelen lenni, hogy támogassa személyesen Danny Rocksot. A másik oldalon egy kis mentor többlet. Egyel többen vannak a kelleténél. Ozzy Spencer és Cement. Hát ugye Ozzy Spencer nem jelent meg Rufus első 2 mérkőzésén. Cement viszont, hát hogy mondjam, befurakodott, hogy ő majd hasznossá teszi magát, és ő aztán tud tanítani Rufusnak egyet s mást. Aztán megérkezett Ozzy Spencer, és így meg aztán egyel többen lettek a kelleténél. Hát ez egy ilyen szituáció, ami ennél lényegesebb, hogy Rufus 4 ponttal gyakorlatilag továbbított már az első fordulóból, ez biztos. Ő könnyedén veheti ezt a mérkőzést eredmény szempontból. Danny Rocks viszont 0 pontos, egyetlen mérkőzését sem tudta eddig megnyerni. Neki muszáj megnyerni ezt a mostani mérkőzést. Ha megnyeri egyébként, akkor pont egyenlőség lesz Ámonnal, ami a Factory szabályrendszerében azt jelenti, hogy lesz plusz egy mérkőzés, immár egy egyenes kieséses mérkőzés kettejük között a jövő héten. Tehát ez csak akkor lehetséges, hogyha valahogy Danny Rocks meg tudja verni Rufust, ami eddig még itt a Factoryban nem sikerült senkinek. Egy jó shoulder tackle. És ahogy Dover is elmondta Danny Rocksról, lelkesedésben nála nincs hiány. Egészen szokatlan támadási manőverek Danny Rocksról, illetve tőle nem szokatlan, csak a világon mindenki mástól. Egy side slam, félig meddig sikerül jól. Egyelőre jól kezdi a mérkőzést. Kísérlet. Kettőből semmi. És aztán Cement nyúl bele. Ozzy Spencer teremti le, hát itt aztán a két mentor között sincs semmiféle összhang már, mennyire Cementet mentornak lehet tekinteni, közben egy bulldoggal jön Rufus. Nem tudom, mennyire előny neki, hogy két mentora van. Egy nagyon pimasz cover kísérlet Rufustól. Nem hagyja magát Danny. A közönség nagyon szereti egyébként ezt a különc fiút, Danny Rocksot, az önjelölt rockstárt. Egyelőre mind a rock'n'roll világhír, mind a roster tagság a HCV-ben messze van. De ez a fiatalember tényleg mindent megtesz érte. Headlock most Rufustól. Ennek deformálódik a feje. Nem adja fel. És egy jó öreg rúgás a gyomorba, az általában megoldja a helyzetet. Nem tudom, hogy mit méltassak elsőként Danny Rocks öltözékét, vagy Rufus testszőrzetét. Talán hagyjuk is. Visszatámad Danny. Nem sikerül. Ez viszont megvan! Ez a saját egyéni spírje. És ezzel sikerül megállítani a Rufus, most kérdés, hogy lendületben tud-e maradni. És Cement! Hát ez aztán mocskos volt tényleg. Végre ott volt az esély Danny Rocks előtt, és kirántja onnan Cement Rufust. Tommy Bírónak pedig elege lett. Kizavarja mind a két mentort, rendezzék le odakint, hát tényleg elég volt belőlük. A veszekedésükből is,
meg cement módszereiből is. De ez elég lehet most Rufusnak. Nagyon szép small package! Csak kettő! Nyakra Danny Rocks! A minden itt, és ott van egy szuplex, ami végre sikerül neki. Kettő, és megvan a három! Hát csak megvan Danny Rocksnak a győzelem! Nem hagyja magát csak úgy! Nem akar kiesni a Factoryből! Évek óta itt van! A Team Schoolnak tagja volt, ott se nyert szerintem egyszer sem érkőzést, aztán szólóban. Most viszont nem esik ki. Még nem. Én mondtam, hogy... Mindent elrontottál! Nem rontottam el, te rontottál, hogy beavatkozzál a mérkőzésbe. Mondtam, hogy tisztán játszunk! Nem akarok ebbe a belső viszályba beleszólni, de hát te, mint hivatalos mentora, te vagy a hivatalos mentora. Én. Hol voltál korábban? Korábban? Uh-huh. Nekem nem szólt, hogy lett volna korábban. Négy pont. Négy pontom. Volt korábban? Négy pont. De van négy pont. Na gyere. Ez a lényeg. Ügyes voltál. Nyertem, Pali! Nyertem! Való igaz? Egy pillanat. Danny Rocks, gratulálok, kettő pontot bezseveltél. De azt tudod, hogy ez még nem elég. Tehát Ámondnak is kettő pontja van, bármelyikőtök kieshet. Éppen ezért még meg kell küzdened vele. Ámon, az első fordulóban összecsaptunk, mert tudom a módszeredet, tudom, hogy hogy fogsz csalni. Mindenre fel leszek készülve. Rufusra és a mentorére kész vagyok, akkor bárkire kész vagyok.